2003-ban alapította a Prima Primissima díjat a Vállalkozók Országos Szövetsége, melyhez két év múlva a területi szervezetek is kapcsolódtak a megyei Prima díjat átadó ünnepségükkel. A cél kezdetektől a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport terén legjobbak elismerése egyfajta példamutatásként. Az idei kitüntetettek között a vállalkozói díjak mellett a Tolna megyei kulturális élet kiemelkedő egyéniségei is átvehették elismerésüket. Köztük volt Szabadi Mihály, Besenyei és Csokonai díjas koreográfus, a magyar népművészet és közművelődés kategóriában vehette át az elismerést. Ő volt a Bartina Néptánc Együttes alapítója, foglalkozott a dunamenti népcsoportok és a bukovinai székelyek táncainak, dalainak gyűjtésével, valamint a Szekszárd környéki falvak folklórjának lejegyzésével. 10 szép irodalmi kötetben örökítette meg a paraszti kultúrát. Hagyományok nélkül nem lehet jövőt építeni, mert múlt nélkül nincsen jövő. Amit a paraszt emberek lelkében kivirágzott kultúra, az maradjon meg valami a következő évszázadokra is, mert az a nemzeti megmaradásnak az alapja. Elsősorban nem a látványos dolog, mert a népművészet az valami módon azért hagyományozódik. A dalok megmaradnak, a hímzések, a viselet, ha máshol nem, a múzeumban megmarad. De azok a magatartási formák, a munkakultúra, ami a paraszt emberek világába kialakult, az az, amit menteni kellene, mert ez a nemzeti megmaradásnak az áloga. A Magyar Oktatás és Közművelődés kategória Prima díjasa Lukácsi Pál, a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium nyugdíjas igazgatója. Elmondása szerint a Decsi iskola, a Garai gimnázium, a Szegedi Egyetem tanárai indították őt a pedagógus pályára. Azt gondolja, akkor tanít jól az ember, ha maga is tanul. Megítélése szerint kiművelt emberfők nélkül nem lehet jövőt építeni. Én azt gondolom, hogy nem csupán ez az mai alkalom mutatja ezt meg, hanem az egész életünk is ezt bizonyítja. Az utolsó 15 évben helytörténet felé fordultam, és könyvek tucatját, hát egy tulajdonképpen 11-12 könyvet, könyv ment ki a kezemen keresztül. Valószínűleg tartom, hogy a legérdekesebb ezek közül a színjátszás krónikája lesz, mert már eddig is az. Nagy érdeklődést vált ki még a kocsmákról szóló, vendéglőkről szóló könyv is, mert kétségtelen, hogy az egyenlőségi kör története kevesebbeket érint, vagy érdekel, csak az a legidősebb korosztályt, akinek még van emléke a múltról. A Prima Gála hivatalos jelöltjei mellett minden esztendőben egy díjat a közönség ítéletére bíznak a szervezők. A közönség díjra jelöltek között volt idén a Szekszárdi Madrigál Kórus, a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar és a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar is. A szavazatok alapján a díjat Tari Gergely, a Tolnai Zenekar vezetője vehette át. Egyre többen látogattak el a hangversenyekre, most például a Prima díj szavazáskor is. Én úgy éreztem, hogy nagyon sokan állnak mögöttünk, és nagyon hálás vagyok nekik ezért. A jövő az az, hogy egyrészt, amit említettem az előbb is, hogy kis zenekart szeretném felhozni egy olyan szintre, hogy majd később ők is be tudjanak ülni, illetve hát épp most beszélgettünk a jövő évi tervekről, jövőre szeretnénk egy tengerparti tábort összehozni a zenekarral, illetve hát a lehetőségekhez képest minél színvonalasabb hangversenyeket adni a közönségünknek. Társadalmi szerepvállalásáért a VOSZ díját Süli János országgyűlési képviselő kapta, aki elmesélte, egész gyerekkorában azt látta a családban, hogy segíteni kell. Akkoriban úttörő kisdobos kis volt, nem volt cserkész mozgalom, de hát ott is az ember, hogy jó érezze magát egy kis település, amilyen nem is volt olyan kicsi, már 5600 fős volt, új kígyós, volt egy szomszéd társ községünk, az Szabad kígyós, ahol a Venkheim kastély van, amit napokban adtak át felújítva, tehát aki akar, majd látogasson el arra, hogy ez Gyulától, Békés Csabától pár kilométerre vannak. Csak ebben a környezetben az ember, amit végzett, az mind. És akkor még ugye hozzájárult szerintem egy az én kapcsolati dolgokhoz, hogy nyáron mindig diákmunkán könyveseknél voltam, ott jobban lehetett keresni. És ugye sok olyan feladat volt, hogy utcán mentünk végig, és járdát építettünk. Na most egy járdaépítésnél
a kommunikációs készség, konfliktuskezelés, az megint a vérébe lett az embernek, mert mindenki az ő portá előtt vastagabb betont akart, akkor ne így legyenek a szintek, hanem amúgy, és akkor meg kellett mondani, hogy az egységes kép érdekében így tűzzük ki, így lesz, nem kell vastagabb, mert ez elég, úgyhogy tehát ez is mind azt jelentette, hogy az ember szinte belenőtt. Gesztesi Béla, az alapító szervezet ügyvezető igazgatója ünnepi beszédében arról beszélt, az érdekvédelmi és szolgáltató tevékenysége mellett a VOSZ egyfajta misszióként alapítása óta szervezi az értékek elismerésére szolgáló gálát, melyet célja szerint példaképeket kíván állítani. Fajszi Lajos Tolna megyei elnök azt emelte ki, az összefogás megerősítése a legfontosabb feladat a vállalkozói szférában is. Nyilván a VOSZ-nak a szerepe ilyenkor azért felértékelődik, mert amikor mindenkinek jól megy és minden happy, akkor nincsen szükség arra, hogy egy háttérszervezet segítsen. Most, amikor ugye egyáltalán nem happy minden, most nagyon nagy szükség van arra, hogy az összefogás erejével a vállalkozások megpróbálják azért kiharcolni azokat a minimális segítségeket, amivel túl lehet élni ezt az időszakot. A VOSZ ott van az érdekegyeztetésben. A kormány folyamatosan tájékoztat is minket, és mi is folyamatosan bombázzuk a kormányt a saját gondolatainkkal, és ennek azért egy jó része be is futott. Tehát azért, amikor az van, hogy a kormány ezt a segítséget, azt a segítséget adja, azért ott 90%-ban az van, hogy a VOSZ mögötte volt, és segítette a döntésben a kormányt. Mindemellett tette hozzá, továbbiakban is fontos marad a szervezetnek az eredetileg megfogalmazott cél, hogy azok, akik példaként állíthatók munkásságuk eredményeként a társadalom tagja elé, megkapják elismerésüket. Ezért találta ki Demján Sándor annak idején a Prima díjat, és ezért adja át a Tolna megyei szervezet is minden esztendőben a maga elismeréseit.